Nájle, nájle. Jó. Hát szia, szia. Annyira, annyira nagyon vártam már, hogy újra videót forgathassak. És most úgy tűnik, ez eljött. Mert képzeld, az történt, biztos meséltem már egy kicsikét, de hogy így a leadások előtt a laptopom egyszer csak kikapcsolt, és nem kapcsolt be. Szét kellett szedni teljesen, aprócska darabjaira, és elveszett róla minden adatom, vagyis le van blokkolva, meg vágóprogram se volt rajta, ezért nem tudtam alávágni a hangot sem az előző videóknak, úgyhogy elnézést kérek a hangért utólag is, de csak úgy tudtam feltenni. Van rossz hanggal, vagy sehogy. Viszont most elvileg kaptam újra vágóprogramot a gépemre, sőt, kirenderelő programot is, és ezért videózhatok ismét. És nagyon örülök neki, mert már nagyon hiányoztál, és nem akartam, hogy azt hitt, hogy cserben hagytalak, elfelejtettelek, vagy nem akarok többet ilyesmit csinálni. Szó se volt ilyesmiről, csupán nem volt hozzá a megfelelő eszköz, parkom. Fogalmazunk így. Amúgy az állványomat most se hoztam le, úgyhogy egy Adi kötet van, Adi összes verse, rajta egy óriási gyertya, azon egy zsebkendő, és mellette egy kolbász. Na de kezdjük is. Ebben a videóban három fontos dolgot fogunk megbeszélni. Egy, egyeztetni fogjuk a naptárainkat. Kettő, megbeszéljük, hogy hogyan lehet csendes lelki gyakorlatot szervezni a barátaiddal. Három, hogy hogyan lehet a telefon használatot minimalizálni. Ja, és felhívnám a figyelmedet egy olyan lejátszási listára, amiben a túlszemélyes videóim vannak. Azért vannak egy külön mappába téve, tehát ezek nem nyilvánosak, úgyhogy ha bárki barangol az interneten és a YouTube-on, nem fog rá találni, mert ezeket neked csináltam, neked, aki itt vagy és nézed a videókat videóról videóra, úgyhogy abban az albumban, abban a mappában vannak olyan videók, amiket lehet, hogy még sosem láttál, mert sosem voltak nyilvánosak. Úgyhogy érdemes oda belenézni, például szakítós, eljegyzős, meg ilyen videók vannak benne. Ja, és a közel-keleti videónaplóból is van benne pár rész, úgyhogy érdemes belenézni, hogyha szeretnél. Na de kezdjük is. Szóval a naptárainkat egyeztetjük, ami azt jelenti, hogy közeleg a hanvazó szerda, a nagybőjt kezdete, és akkor elkezdjük együtt az Exodus 40-et. Ugye az Exodusra már meséltem neked, ami csak a fiúknak szólt, és Gergely barátom ölében egy kis báránnyal mesélt róla neked. Kiderült közben, hogy a lányoknak is van ilyen, úgy hívják, hogy fiát. És ebből nem muszáj a 90 napos verziót csinálni. Én se azt kezdtem el, hanem a fiat 40-et és az Exodus 40-et fogjuk elkezdeni. Ugye az Exodus ez a fiúknak van, a fiat pedig a lányoknak. Úgyhogy ez úgy fog kinézni, hogy erről készül majd egy külön videó, de már most írt fel a naptáradba, hogy február 22, szerda, azt hiszem, február 22 szerda Gerzson napján elindul a nagybőjt. Szóval azelőtt majd érkezik egy videó, és pár instrukció hozzá, és csinálunk majd csoportokat a lányoknak és a fiúknak messengeren, ahol tudunk majd így beszélgetni róla együtt. Nem tudom, hogy csinálom ezt. Bocsánat. Csak túl izgatott vagyok, hogy végre videózhatok. Elindítottam a hangot amúgy? El. Jó. Szuper. Szóval az lesz februárban. Illetve csíksomjói búcsúra kimegyünk együtt, megint szervezek egy zarándoklat egy kedves barátnőmmel. És az ugye pünköstkor van, ami május 26 körül, és még nem dölt el, hogy péntek este indulunk-e, vagy csütörtök este, de majd erről is lesz Facebook poszt, meg Instagramon is hirdetem, szóval ezt is írt fel, hogy pünköst, hogyha szeretnél zarándokolni csíksomjói szűzanyához, Erdélyben rég jártál, vagy szeretnél fiatalokkal közösen egy lelki programon részt venni, akkor ezt neked szervezzük. Viszont elég korlátozottak lesznek a helyek, most csak 30 főt viszünk, és az elég hamar be fog telni az érdeklődők alapján, mert már most több mint 40-en érdeklődték be Facebookon, úgyhogy elég hamar le kell rácsapni, amikor meghirdetjük a jelentkezést. A következő pontunk az a hogyan szervez csendes lelki gyakorlatot, ugyanis elmentem a barátaimmal így karácsony után, nem, előtt, Balatonfejvesre a nyaralunkba, ami hát igazából megoldható a fűtés, szóval érdemes helyszínnek egy olyat választani, ami fűtött ezekben a hideg napokban, és érdemes előtte befűteni. Szóval, hogyha te is egy nyaralóban gondolkodsz, vagy egy hétvégi házban, vagy nagyszülőknek régi házában, szóval a lényeg, hogy egy olyan helyszínt válasz, ami kicsit kiszakít a hétköznapokból. Hívd meg pár barátodat, akik szintén képesek ilyesmire, hogy egy hétvégét csak csendben töltsetek el, vagyis hogy ne beszélgessetek, és igazából nem olyan nagy bonyolultság megszervezni egy ilyesmit. Előre meg kell beszélni, hogy ki melyik étkezést vállalja, erre így fel lehet iratkozni, és ki melyik mosogatást vagy terítést. Ez a kettő nálunk együtt volt, szóval vagy főzött valaki, vagy pedig terített és mosogatott egyszerre. És ezeket így be lehet osztani a táblázatban, és akkor mindenki tudni fogja, hogy mi az ő feladata, és nem kell közben beszélgetni. Ugyanis ennek a csendes lelki gyakorlatnak, csendes hétvégének az a lényege, hogy csak Istennel beszélünk, és egymással nem. És nekem iszonyatosan jó volt, mert most gondolkozom a következő, mert
mert a hétköznapokban ugye mindenkivel beszélni kell, meg rohanni kell ide-oda, a teendők, stb. És az, hogy beülök egy misére minden nap, vagy az, hogy Istennel próbálok időt tölteni, ez egyáltalán nem ugyanolyan, mint amikor egy hétvégét csak vele töltök, csak csendben és csak rá figyelek. És közben ott vannak körülöttem a barátaim, és gondoskodnak rólam, és főzik a finom ebédeket. Erről egyébként készült egy kis Reels videó, azt hiszem, így hívják Instagramon. A kis rövid videó, azt nézd meg, azt is belinkelem, mert szerintem nagyon hangulatos lett, és nem vágtam el a zenét, úgyhogy alatta a hangjai vannak. És úgy csináltuk, hogy amikor megérkeztünk, meg volt, hogy meddigre kell odaérni, akkor csináltunk egy vacsorát, amikor így bemutatkoztunk, mert volt még a barátaim között olyan, aki nem találkozott egymással. Egy ilyen bemutatkozó kör volt, és utána kifüggesztettük a programrendet, szóval meg volt, hogy ekkor van reggeli, ekkor van ebéd, itt megyünk egy sétára, szóval, hogy ezt így előre le kell tisztázni, és akkor nincs szükség semmilyen kommunikációra. És mindenki vitt ilyen lelki könyvet, vagy bibliát, meg volt, hogy melyik imákat mondjuk majd együtt, semmi sem volt kötelező, szóval én az összes reggeli zsolozsmát átaludtam, mivel a telefonomat nem használtam, nem állítottam ébresztőt, és keltem, amikor keltem. És mindig arra ébredtem, hogy a barátaim imádkozzák a zsolozsmát. Iszonyatosan jó érzés volt erre ébredni. De már hihetetlen élmény volt. Szóval már most nagyon-nagyon várom a következőt, és nézegetem a naptáramat, hogy mikorra szervezzük be, mert iszonyatosan jó élmény volt. Szóval érdemes az étkezéseket, meg ezeket a kis aprócska szolgálatokat. Jó, bocsánat. Most már abba hagyom ezeket a szolgálatokat előre megbeszélni, a programrendet, és akkor az utolsó nap, attól függ, hogy milyen hosszú hétvégét terveztek, de mi úgy volt, hogy péntek este mentünk, és vasárnap délután jöttünk el, úgyhogy a vasárnap ebéd az már egy ilyen megosztó kör volt, szóval ott megszüntettük a csendet. És volt benne szentségimádás, szentmise, szentgyónás, ahol nyilván mindenki mondta az imákat, de hogy egymással nem beszélgettünk, és kerültük az ilyen különböző kommunikációs formákat is, az ilyen udvarias gesztusokat, hogy például köszönöm mosolyokat, meg ilyesmit, mert lehet, hogy közben valakiben olyan folyamatok mentek végbe, amit, tehát, hogy éppen Istennel beszélt, és lehet, hogy pont egy ilyen kis mosolyjal kizökkented. Úgyhogy az ilyeneket is próbáltuk minimalizálni. Volt egy kis palatáblánk, amire lehetett írni üzenetet, hogyha valaki szeretett volna valami fontosat megosztani, de erre nem volt szükség igazából, csak kiírtuk, hogy ebéd ekkor és ekkor, vagy hogy kicsit csúszás van, de nem nagyon kellett ilyesmit se kommunikálni szerencsére, úgyhogy tényleg csendben tudtunk lenni, és van ugye a Csend ereje című könyv, azt nagyon ajánlom elolvasni előtte vagy közben, illetve a Szentírást, én csak egy Szentírást vittem, és nagyon boldog voltam vele, meg egy rózsafüzért, és a csendre akkora szükség van. Szóval ez egy kötelező program idén, a csend, csendes hétvége, úgyhogy a barátaiddal kezdj el szervezni egy ilyet, mert nem nagy szervezés, és iszonyatosan sokat, tehát látod, még most is erről beszélek, pedig karácsony előtt volt. Hú, nagyon-nagyon jó volt, és Istennek a gondviselő szeretetét, meg a csendjét, meg a hangját meghallani és észrevenni újra, nagyon ajánlom. A másik pedig összeírtam pár dolgot, hogy hogyan lehet a telefonhasználatot minimalizálni. És akkor ezeket most felsorolom, ide felírtam neked. Úgyhogy nem lesz olyan sok, viszont annál hasznosabb. Szóval át lehet állítani sötét módba, ilyen éjszakai módba, vagy sötét mód az enyémben az a neve. És ez azért jó, mert nagyon csúnya. Szóval én nem szeretem így használni a telefonomat, és minél kevesebbet próbálok meg ránézni. Éjszakai mód, talán most ránézek. Sötét mód. Itt van egy ilyen kis, ha így lapozol, akkor itt van egy ilyen kis holdacska, és az beállítja, hogy sötét, fekete legyen, és minden alkalmazás is fekete lesz. Ami nagyon csúnya, és ezért kevesebbet akarom használni a telefonom. Illetve a Messengeren a chatfejeket, azokat már évek óta kikapcsoltam, már nem is emlékszem, hogy mikor volt utoljára ilyen felugró chatfejem, illetve az értesítéseket is mindenhol leminimalizáltam, hogy csak az ilyen üzenetekről kapok egy kis aprócska ilyen szalagot ott fönt, de hogy ne az legyen, hogy bármikor ír valaki, és akkor látom egyből, mert az elvonja a figyelmemet arról, amit éppen csinálok, vagy ha valami más dolgom van a telefonomon éppen, és közben felugrik a chatfej, elveszi a figyelmem, nem jó. Tedd messze az ágytól. Nekem ilyen jó nagy szobám van itthon, ott van az ágyam, és az ablakba szoktam tenni a telefonom, ez azért is jó, mert éjszaka ugye nem nyúlok hozzá, vagy hogy este az utolsó szavam az a jó Istenhez szól, és nem pedig a telefonomhoz. Illetve ha szól az ébresztő, akkor olyan messzire el kell mennem érte, hogy kinyomjam, hogy ne kelljen fel se Dani, se a másik rakótársam. És akkor így át kell mennem a szobám, és már egyből felkeltem. Szóval tedd másik szobába, vagy tedd jó messze az ágyattól. Illetve van a telefonon ilyen alvó mód, amit be lehet állítani, hogy este 10-kor mondjuk, vagy 10:30-kor, vagy 9-kor, így átkapcsol a sötét üzemmódba, és az értesítéseket letiltja, vagy hogy nem érkeznek meg az értesítések. Be lehet állítani, hogy reggel mikor
ébredjen fel a telefonod is, és akkor a sötét módból átvált újra világos módba, azt hiszem, ezt jelenti. Most pontosan nem tudom, mert nekem ugye sötét módban van állítva, de ez az éjszakai üzemmód, ez nagyon jó, mert így jelzi, hogy 15 perc van alvás időig, és így figyelmeztet, hogy most már itt az ideje az esti imának, és a telefonodat tessék letenni, és alalvás előtt ugye nem telefonozunk, és ez tök jó, hogy jelzi magától. Töröld az alkalmazásokat, és böngészőből lépj be. Én Instagramon most egy nagyon jó darabig nem voltam fent, aztán letöltöttem, mert szerettem volna kirakni azt a csendes hétvégés posztot, illetve még valamit terveztem kirakni, de azt most egyelőre nem raktam ki még, és ezért letöltöttem, mert böngészőből nem lehet olyan jól kirakni ilyen dolgokat, és szerettem volna, hogy lásd, viszont utána töröltem egyből, és most megint böngészőm van, és böngészőből belépve sokkal kevesebb dolgot lehet elérni, meg nem frissíti olyan rendszeresen, szóval sokkal bénebb, és így már nincs is kedvem megnyitni. Úgyhogy így az Instagramot kb. Egyáltalán nem használom. És Facebookkal is lehet ugyanezt, hogy törlöd az appot, és csak böngészőből a linket teszed be a kis social mappába. Vagy hát nekem úgy van, megmutatom, hogyha szeretnéd. Szóval itt van, hogy social, és itt vannak a podcastek, Morning with the Masters, ez már lehet a felvétel. Szóval itt csak a böngészőnek a linkjei vannak benne. Nekem a telefonom meg tudja mondani a digitális jólétet, ami igazából azt jelenti a screen time, hogy mennyi időt töltöttél a telefonnal, és hány óráig nyomtad. És nagyon hasznos, mert egyszer emlékszem, így reggel már láttam, hogy 20 perc. Jó, mondjuk buszon ültem, és Zsolozsban meg az ilyeneket is számolja, de a 20 perc telefonon az rengeteg idő, és akkor tökre megijedtem, és azóta néha ránézek, megijedek, és leteszem a telefont. Illetve, ami még nagyon sokat segített nekem is, ezelőtt kézzel-lábbal tiltakoztam ellene, az az óra. Mert ugye az, hogy mennyi az idő, mindig rálépek a telefonomra, rálépek, és kiírja. Az időt azt mindig ugye a telefonomon néztem, és ezért akkor láttam, hogy megint írtak, megint ezt kell csinálni, stb. És kaptam születésnapomra egy órát a nagyszüleimtől, és ez megváltoztatta ezt a szokásomat. Azért nem szerettem volna órát, mert nem akartam tudni, hogy mennyi az idő all the time, de nem nézek rá. Annyiszor, amennyiszer féltem, hogy rá fogok nézni, viszont így nem kell a telefonom után nyúlni, mert látom, hogy mennyi az idő. Szóval a karóra használata kiváltja ezt a kényszeres időnézegetést, ami utána átvisz az üzenetekhez és a többihez is. Adatoknál be lehet állítani a zárolt képernyőnél, hogy szerintem ez a neve, hogy adatok, hogy kiírja, hogy tudod, ki a telefon, stb. És ide be lehet írni az év ige versét. Én kiválasztottam a tavalyit újra, mert annyira nagyon szerettem, de most le fogom cserélni szerintem, de nekem a 2 Mózes 4.20 van, hogy titeket azonban kézen fogott az Úr, és bármikor hozzáírek a telefonomhoz, akkor kiírja, hogy titeket azonban kézen fogott az Úr. Szóval ezt az adatoknál lehet beállítani, és tök praktikus. És mindig ott van. És az utolsó tipp, az egy jó könyv kiváltja. Nekem most egy nagyon-nagyon jó könyvem van, amit olvasok éppen, sőt, igazából hát így párhuzamosan nagyon sok, de egyik se olyan, hogy csak így előveszem, és fellapozom, és elkezdek olvasni belőle, szóval, hanem így rendesen szépen leülök, és akkor tudom, hogy most olvasni fogok, viszont az Örkény egypercesek. És vannak ilyen könyvek, amik arra valók, hogy amikor épp egy kis időd van csak, amikor felnyitnád az Instagramot, vagy a nem tudom, mit lehet még nézegetni, TikTokot, olyan mondjuk nincs, de azt mondják, nagyon addiktív. Szóval amikor nyúlnál telefonodhoz, hogy valami ilyesmit néz, akkor nyúlhatsz a könyvhez is, és elolvashatsz egy Örkény egypercest. Mert azok csodálatosak, és erre vannak. Ezért írta Örkény, hogy ilyenkor ne a social médiát használd, hanem olvass el egy röpke kis regényt, vagy novellát. Vagy egy nagyon picike regényt. Jól van, igazából biztos nagyon hosszú lett már a videó, ennyit szerettem volna, hogy tudj. És akkor a naptárba írd fel, amiket kell. Használd kevesebbet a telefonod, tölts több időt a Jóistennel. Találkozunk egy következő videóban. Szia-szia!